Megalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnöksége. A testület élén továbbra is Ritlinger József maradt. Ma tartottuk az első elnökségi ülésünket, én köszöntöttem az alelnököket. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 11 év tükrében ugyanezt fogjuk folytatni, amint idáig, ugyanezt az egyenes menetet a földügyektől kezdve, a termékeknek a bemutatása, a promotálása, akár rendezvények megtartása. A rendezvényeknél inkább egy kicsit próbálnak még erősíteni, minél több helyi rendezvénybe tudnánk besegíteni. Ehhez kapcsolódó hír, hogy idén elmarad a Szentlőrinci Gazdanapok. Megkeresett a szervezőbizottság minket azzal, hogy esetleg lépjünk be, mi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, de már olyan stádiumban volt, hogy sajnos a megrendezésben nem tudtunk bekapcsolódni. Nekünk a kamarának is van egy saját ilyen rendezvény, a Mezőfalva. Azelőtt kerestek meg, természetesen a mi rendezvény után már ezt nem tudtuk már bevállalni, nagyon rövid lett volna az idő, hogy a színvonalas rendezvényt megtartsunk. Gazdanapok helyett mezőgépnapok néven olyan kiállítást terveznek és hirdetnek meg, amely kimondottan a szakmának szól. Szentlőrincen egy agrár seregszemlét tartanak augusztus 10-én és 11-én.